A római katolikus egyháznak tegnap estétől ismét van pápája, Jorge Mario Bergoglio argentin bíboros személyében, aki a Ferenc nevet választotta. A hideg és az eső ellenére a Szent Péter téren több tízezren fogadták kitörő örömmel a döntést. A 266. pápa Ferenc nevet választotta, így Ferenc néven foglalja el első latin-amerikaiként Szent Péter trónját. Név, amelyet választott, Ferenc, biztos, hogy rámutat egy programra, amely három különböző Ferencre utal, mert nem mondta meg, hogy milyen Ferenc, csak hogy Ferenc. Tehát van egy szalézi Szent Ferenc, aki az újságírók és a médiában dolgozó emberek védőszentje. Tehát a kommunikáció, az mindenképpen benne van. Van egy Ferenc, Xaveri Szent Ferenc, aki a missziós munkának a védőszentje. Tehát az új evangelizáció, melyről annyit beszélünk, hogyan tudnánk új módon és szebben bemutatni az örök igazságokat, úgy, hogy az emberek azt meg is értsék, meg érdekelje is őket, biztos benne lesz a munkájában. És van egy asszizi Szent Ferenc, aki radikális Krisztus követéssel, tehát odaadással az egyház, az ember iránt, de mindent Isten iránti szeretetből megmutatta, hogy mindenről le lehet mondani, és az ember boldogan tud élni. És én gondolom, hogy ez a három elem benne lesz. Március 19-én tartják Ferenc pápa beiktatási szertartását, jelentette be Federico Lombardi szentszéki szóvívő, majd hozzátette. Megérintett, hogy mindenek előtt ő kért magára áldást a Szent Péter téren őt hallgató hívől, és azt is, hogy megemlékezett elődjéről 16. Benedekről, mondta Lombardi. Ferenc pápa az első latin-amerikai és az első jezsuita pápa is. 1936. december 17-én született Buenos Airesben, olasz bevándorló munkás családban. Vegyésznek készült, de végül a papi hivatást választotta. Bergoglio konzervatív teológiai nézeteket vall, ugyanakkor küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen, és határozottan kiáll a szegények mellett. Én örülök, hogy a pápa egy vérbeli, közönséges ember. Nagyon örültünk, mikor megjelent, nagyon közvetlen volt, nagyon kedvesen szólt az emberekhez. Igazából mi talán egy olyan pápát kaptunk, amely hát sok újat és sok jót hozhat a katolikus hívők életébe. Ferenc pápa egyszerűségét bizonyítja az is, hogy ma reggel elhagyta a Vatikánt és fél órát a Santa Maria Maggiore bazilikában imádkozott, majd a bazilika oldalsó bejáratán távozott, megkerülve a ráváró fotósokat.